Csepelen kampányolt ma a munkáspárt, kérdezem Tőrne Gyulát a pártelnökét, milyen apropóból jöttek ki a piac elé? Mi munkáspártok nagyon szeretünk itt lenni Csepelen. Csepel azért minden változás ellenére dolgozó embereknek a kerülete. Szívesen fogadnak itt bennünket, mindig is indultunk a választásokon, és talán nem mondok el nagy titkot, hogy fogunk indulni 2022-ben is. És megvan már a programjuk, amivel esetleg a választás elé tudnak már állni, a választók elé tudnak állni? Én azt gondolom, hogy 2022-t még meg kell élni. Nem csak nekünk munkáspártiaknak, hanem az országnak is. Ma az emberek bizonytalanok, nem tudják, hogy elkapják-e a betegséget, sikerül-e túlélni. Ha túlélik, akkor meg lesz a munkájuk. Nekünk munkáspártoknak az a véleményünk, hogy most az emberek biztonságérzését kell visszaadni. Ezért is kezdeményezünk népszavazást. Népszavazás például arról, hogy a pártok ne kapjanak állami támogatást. Adjuk ezt a pénzt most az emberek mindenféle igényeinek kielégítésére. Azt is kezdeményezzük, hogy legyen szolidaritási adó. Akinek a vagyona több mint 1 milliárd forint, az fizessen szolidaritási adót. Miniszterelnök úr ezerszer elmondja, hogy az egészségügyi kasza felülről nyitott, ez rendben van, tehát nem ő fogja zsebéből kifizetni. Azt gondolom, hogy ezen az úton nekünk előre kell lépni. Támogatni kell a munkájaknak a megőrzését, az emberek biztonságérzését kell visszaadni. És még egy dolog, mi azt gondoljuk, hogy a járványnak az egyik nagy tapasztalata az, hogy az egészségügyhöz mindenkinek egyformán hozzá kell jutnia. Ez pedig csak akkor lesz lehetséges, hogyha az egészségügy, a kórházak, a rendelők államiak lesznek is ingyenesek. A 2018-as választások idején nagyon sok kamupárt indult a kampánypénzekért. Ugye szánt elnök úr, a 22-es választások idején is előfordulhatnak ilyen szervezetek? Én azt gondolom, hogy akik a törvényeket meghozták, azok tudták 2018-ban is, hogy létrejöhetnek kamupártok, ezek a kamupártok lenyúlhatják a pénzeket mindenféle következmény nélkül. Azóta sok minden változott, szigorúbbak lettek a törvények, de ennek ellenére mindig lesznek, akik kijátszák. A munkáspárt akkor se játszotta ki a törvényeket, és most sem fogja. 18-ban mennyi pénzt kapott a munkáspárt, és mennyit kellett visszafizetni, erről lehet tudni valamit? A munkáspárt valójában nem kapott egy fillért sem. A dolog lényege ugyanis az, hogy jelöltek után járt volna nekünk pénz, de csak abban az esetben használhattuk volna fel ezeket a pénzeket, hogyha a párt több mint 1%-ot elér a választásokon. De előre, egy olyan helyzetben, amikor nem jutatnak bennünket televíziót, rádiót, médiához, senki nem garantálhatta, hogy azt el fogjuk tudni érni. Ennek következtében mi nem vettünk fel egy fillért sem, úgyhogy nem kaptunk állami támogatást. De ha jól tudom, akkor valamit, amikor visszafizették a fizetőt, akkor még plusz valami büntetőkamatot kellett fizetnünk? Vagy mi volt az? Hát a dolog furcsasága az, hogy formálisan fölvettük a pénzt, csak nem használtuk fel. Azzal a tudattal, hogy ezt a föl nem használt pénzt, választások másnapján, miután ismertek az eredmények, visszafizetjük. Mi kis naívak, azt gondoltuk, hogy ez így is működik. Na nem. Nem csak, hogy nem használhattuk fel a pénzt, hanem még fizetnünk is kellett a föl nem használt pénzért. Hát ez a legnagyobb biztonság a magyar kapitalizmus. Elnök úr, a 2022-es választáshoz újra kirajzolódni látszik a baloldalon egy összefogás a magukat baloldalnak említő pártok között. Önök beállnak valamilyen összefogás mögé? Ha lenne baloldal és baloldal összefogás, akkor szívesen beállnánk. De számunkra a baloldal azt jelenti, hogy a dolgozó emberekért küzdenek, a munkás emberek, dolgozók, a szegények jogait védik. És azt is jelenti, hogy a tők ellen harcolnak, megadóztatják a gazdagokat. Én nem hallottam sohasem sem Gyurcsánytól, sem Karácsony Gergelytől, sem senki mástól, momentumosokról nem is beszélve, hogy ők meg akarnák adóztatni a gazdagokat. Ők nagyon is alájátszanak a gazdagoknak, hiszen maguk is onnan jönnek. Ezért, ha valaki baloldalra akar szavazni, hogy jöjjön a munkáspárthoz, mert mi vagyunk azok, akik szolidaritási adót akarnak bevezetni, mi akarunk munkahelyeket teremteni, és egyáltalán mi vagyunk a dolgozó emberek közül, mint ahogy itt látszik ez Csepelen is. Mi volna az, amit a munkáspárt kampány sikerként tudna értékelni?
Én annak örülök, hogy sok évtizedes tapasztalat után látom azt, hogy az emberek bizalma a lassan is, de kezd visszatérni. Tehát itt a legnagyobb nyugalommal vagyunk a Csepeli kiasznál, nem zavar el bennünket senki, köszöngetnek nekünk az emberek, ismernek. Most az a feladatunk, hogy meg is győzzük őket arról, hogy ha nem akarsz a Fideszre szavazni, ha nem akarsz a liberálisokra szavazni, akkor válasszanak bennünket. Elnök úr, hogy aktualitásról is essék szó. A napokban Orbán Viktor miniszterelnök a szabadságtéri szovjet hősi emlékművet az orosz megszállás emlékművének titulálta. Ön hogy kommentálná ezt a véleményt? Én azt gondolom, hogy több szempontból is ez egy hibás és rossz beszéd volt. Egyrészt azért nem, mert ez az emlékmű azoknak a szovjet katonáknak az emlékét őrzi, akik életüket áldozták Magyarországért. Azért Magyarország és sok tízezer, 140 ezer szovjet katona adta az életét, ezért mi hálával tartozunk. Ugyanúgy, ahogy az osztrák nép is őrzi az emlékműveket Bécsbe és máshogy, sőt még Németország területén is vannak szovjet emlékművek, és senkiben nem merül fel, hogy ezeket meggyalázza. Hogy utána mi történt, az egy másik történet, de ez az emlékmű nem az 45 utáni eseményekről szól, hanem 1944-ről és 45-ről, amikor igenis bennünket felszabadítottak. De helytelen ez a megjegyzés azért is, mert most miért kell nekünk belerúgni Oroszországba? Hát nagyon jól tudjuk azt, hogy az orosz embereknek fáj annak a 140 ezer katonának az emléke, akik itt estek el. Ha most a mi 140 ezer orosz fronton elesett magyar katonánkba rúgnának bele, és mondjuk Putyin nyilatkozna arra, hogy a magyarok idejöttek és kegyetlenkedtek, akkor nekünk se esne ez túlságosan jól. Tehát én azt gondolom, hogy ha Oroszországgal jobban akarunk lenni, akkor nem kell beléjük rúgni, nem kell a érzelmeiket bántani, hanem normális mai viszonyok között kell a kapcsolatokat építeni. Még egy kérdés, ha már szobrok és emlékművek, és mi a véleménye a Bush szoborról? Én nagyon figyeltem a ünnepséget, amit meglepődtem, hiszen szeptemberben jelentették be, hogy lesz szobor. Én akkor azt gondoltam, hogy kiírnak egy pályázatot, megkérdezik Budapest népét, hogy szeretne egy buszszobrot. Nem ez történt, egy hónap leforgása alatt már át is adták a szobrot. Szóval Hoffinak volt egy mondása, egy kabaréban mondta, hogy a magyaroknak mindig kell egy segg, amit nyalhatnak. Hát sajnos kicsit durván, de azt kell mondanom, hogy most benyalt a magyar kormányzat az amerikaiaknak. Bennünket nem kérdeztek meg, pedig a magyar népnek is joga lett volna tudni azt, hogy hova állítanak szobrot és hova nem. Köszönöm szépen, elnök úr.